Kedves barátaim, ma a Bava Káma traktátus 66-os lapját fogjuk tanulmányozni, de előtte szeretnénk megemlékezni az Izraelben folyó harcokról, a katonáinkról, sebesülteinkről, túszokról, túszok mielőbbi szabadulását kívánjuk, katonáink sikerét, és testi épségét, testi lelki épségét, és sebesülteink mielőbbi felgyógyulását. Ezért imádkozunk nap, mint nap, és ennek a szent és nemes célnak szenteljük a mai tanulást. Maradsz, Mikike? Csak ezt a részt akartad meg. De akkor miért nem mondtad azt, hogy ámen a végén? Ámen, így kezd csinálni. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, Mária, jó reggelt kívánok, Éva, és mindenki, aki most csatlakozik hozzánk. Kedves barátaim, a Bava Káma traktátus 66-os lapja jön, és tegnap miről is volt szó? Két téma is volt tegnap. Az egyik téma az volt, hogy ugye van a lopásnál maga, amikor valakit lefülelnek a lopás után, akkor ugye vissza kell szolgáltatnia magát az ellopott dolgot. Ha az ellopott dolog nincs meg, akkor az ellopott dolog törzstőkéjét, tehát az értékét. Valamint még egyszeres rá kell fizetnie, tehát dupla kártértést kell adnia, és abban a speciális esetben, hogyha egy marhát vagy egy juhot lopott, és azt utána eladta, vagy levágta, akkor négyszeres vagy ötszörös kártérítést kell fizessen. Ezt nevezzük kétszeres, illetve négyszeres ötszörös kártérítésnek. Az volt a mondása, jól hiszem, Rávnak, hogy a meghatározása annak, hogy igen. A meghatározása annak, hogy hogyan kell kifizetni a milyen érték szerint kell kifizetni a szavasz. Milyen érték szerint kell kifizetni ezeket a tételeket, ez a következő kép néz ki. Abban az esetben, hogyha az értéke csökkent, a piaci értéke csökkent az adott ellopott tárgynak, vagy állatnak, onnan pillanattól fogva, hogy ellopta a tolvaj, odáig, hogy vissza lett szolgáltatva, vagy ki lett fizetve, ugye, a bíróság elé állították a tolvajt. Ebben az esetben a törzstőkét mindenképpen az eredeti értéke szerint, tehát a magasabb érték szerint kell fizetni, viszont a kártérítéshez hozzáadott ilyen büntető tételeket, mint a kétszeres, négyszeres, ötszörös tételeket, azokat már a jelenlegi, tehát a bíróság elé állás értéke szerint kell fizetni. Ez volt az első témánk. Stimmt? Stimmt fale? Nagyon jó. Ez volt az első dolog. A második, amiről beszéltünk, az az volt, hogy van egy speciális jogi fogalom, ami úgy szól, hogy ha valaki nem hiszem el. Egyszerűen nem hiszem. Hát ez fantasztikus. Pisti, hát a szívemet melengeted. Hogy? Ja, csak most jöttél imádkozni. Azt nem jöttél tanulni. Szegény, de még most is úgy nézel ki, mint aki félig alszik. De egy kis reggelit tegyetek félre neki azért. Van még? Na, hogy lesz egyik. Oké. Kedves látani, tehát ez volt az első téma. A második téma pedig az volt, hogy van egy speciális dolog, hogyha valaki ellop valamit, akkor az a lopott tárgy nem válik az övévé, és ezért, hogyha megvan még az a lopott tárgy, akkor vissza kell adni a magát a lopott tárgyat. De abban az esetben, hogyha az ellopott dologban valamilyen változtatást csinál, sinui maise, tehát például búzából lisztet csinál, lisztből kenyeret csinál, olivából olajat csinál, és így tovább, akkor azt mondjuk, hogy ezzel a sinújjal ő megváltoztatta a természetét az ellopott dolognak, és ezért maga az a dolog most már az övé, és ezért nem azt a dolgot kell, hogy visszaadja, hanem annak az eredeti értékét. És stimmt? És ez volt a kérdés pontosan tegnap,
hogy ha a természet felmerült, mint kérdés, hogyha a természet útján változott meg egy borjú, és abból ökör lett, egy gyerke, és abból kos lett, egy gida, és abból kecske lett, és még folytathatnám. Ezekben az esetekben is sinújnak tekintjük-e a sinújt, vagy sem. Tehát a változás, az változások szerint, vagy sem. Nem kaptunk erre egyértelmű választ, de az is kiderült, hogy önmagában az, hogy a változással akár a fizikai, tehát a kézzel történő mesterséges változással megváltozik-e a tulajdonjoga az adott lopott tárgynak, vagy sem, ez is vita tárgya. Beit Hillel, tehát az általános vélemény, a halachikus vélemény az, hogy igen, de Beit Shammai azt mondja, hogy nem. Oké? Ez volt az, amivel tegnap foglalkoztunk, és akkor itt fölmerültek még további ilyen változással kapcsolatos kérdések. Sinui sem a névváltozás, tehát valaminek valami volt a neve, és valami más most már a neve, akkor az változásnak számít-e, és ma fogunk még foglalkozni a jius fogalmával. A jius az a reményvesztés. A reményvesztés fogalma az úgy néz ki, hogyha te már lemondtál arról, hogy valaha vissza fogod kapni azt a dolgot, akkor az már, akkor elvesztetted annak a konkrét dolgnak a tulajdonjogát. Ez egész jius fogalom, ez az elveszett tárgynál merül föl. Ugyanis azt fogjuk tanulni ma, hogy a talmudi jogban, hogy valaki elvesztett valamit, és biztosak lehetünk benne, hogy ő már lemondott arról, reményt vesztett, jius, tehát hogyha jius volt, például elvitte az árvíz, elvitte, beleesett a nem tudom én a folyóba a pénztárcád. Most annak az esélye, azt te viszont látod, az nulla, vagy közel nulla, és azért te bizonyosan lemondtál annak a visszaszerzéséről, és ezért, hogyha ezek után valaki megtalálja, akkor nem kell, hogy visszaadja neked, mert te már lemondtál róla. És a kérdés az lesz, hogy hasonló fogalmat alkalmazunk-e a lopás, illetve a rablás esetén, hogyha jius volt, tehát reményvesztés volt az a kapcsolat, ezt valaha viszont fogod látni, akkor esetleg a tolvaj, illetve a rabló tulajdon szerezzen az ellopott vagy elrabolt tárgyban, ami nem azt jelenti, hogy nem kéne, hogy téged kártalanítson, csak azt jelenti, hogy nem kell, hogy azt a dolgot fizikailag adja vissza, mert itt a jius, hanem helyette kártétést kell, hogy fizessen, mert itt a jius az a sinújhoz hasonlít, a cselekvő megváltoztatáshoz. Ez lesz a kérdés tehát. Akkor visszatérve. Tehát azt mondtuk a tegnapi nap végén, a 65-ös lap végén, hogy vita van a között, vita van Beit Shammai és Beit Hillel között abban, hogy egyáltalán a sinúj, a változtatás, a fizikai cselekvő változtatás, az megváltoztatja a tulajdonjogát az ellopott tárgynak. Beit Shammai azt mondja, hogy nem. Beit Hillel azt mondja, hogy igen. Még egyszer hangsúlyozom, ez nem azt jelenti, hogy a tárgy a tolvajé, olyan értelemben, hogy nem kell kártalanítson, hanem azt jelenti, hogy a tárgy a tolvajé, és azért nem magát a tárgyat adja vissza, hanem annak az értékét. Beit Hillel és Beit Shammai ezen vitatkoznak. És innen fogjuk folytatni a 66-os lap tetején. Azt mondja a Talmud, átkánlő pligi ella de már szavár sinúj kajne, már szavár én sinúj kajne. Azt mondja a Talmud, na jó, de hát akkor azt látjuk, hogy Beit Hillel és Beit Shammai vitája mit érint. Azt, hogy a változtatás, a sinúj, az megváltoztatja a tulajdonjogot, vagy sem. Az egyik vélemény, Beit Hillel azt mondja, hogy igen, a Beit Shammai azt mondja, hogy nem. Ával lényen slumi kullu álmodeki mi karmi sále, de tanimi sámta slukinai kejfelt a slumi álba vahamise keinse ganáb. De azzal kapcsolatban nincs vita a kettőjük között, hogy ha viszont kell fizetni, akkor az eredeti érték szerint kell fizetni. Mit mondott Ráv? Hogy mit mondott Ráv még a tegnapi nap elején? Hogyha lement az érték, a piaci érték, akkor a törzstőkét azt az eredeti érték szerint kell fizetni, de a kétszeres, illetve négyszeres, ötszörös büntetőtételeket, azokat a jelenlegi érték szerint. Viszont az előbb említett brájtában, hogy... Mit mondtam? Hát a tárgyalási, vagy a bíróság elé állítás idejében való értékük. De az előbb említett brájta
az azt mondta, hogy az eredeti értéken kell fizetni a büntetőtételeket is. Tehát nincs igaza Rávnak. Lehet azon vitatkozni, hogy akkor most Bét Sámály vagy Bét Hillel, hogy egyáltalán létrejön-e a sinúj által a tulajdonváltozást, vagy sem. De akár kit követek, akár Rabbi Lait, akár Rabbi Haninát, ugye a tegnapi említett vitapartnerek közül, abban nincs, úgy tűnik, hogy mindenki egyetért, hogy az eredeti érték szerint kell fizetni. Akkor hogy mondhatta Ráv azt, amit mondott? Léma te hávéti úftad Ráv? Úgy tűnik, hogy ez egy kérdés, akkor vagy egy cáfolata annak, amit Ráv mondott? Azt mondja, a Talmud, de amár Ráv, kerenkénység, annam és sámt, és lomé kejvét, és lomé dádvár, hely, sászámad a bedín. Ja, ugye, hiszen Ráv azt mondta, hogy a büntetőtételeket, a kétszeres, négyszeres, ötszörös, azt a bíróság elé állás pillanata szerint kell fizetni. Amár Ravet, lajim, kedemi kar, damim, kese láksa. Azt mondja, Ráv, tudod, mire, mit mondaná erre Ráv? Attól függ. Ha te pénzzel fizetsz, akkor erre mondta azt, hogy a bíróság elé állás szerinti érték szerint kell fizetni a büntetőtételket. De ha nem pénzzel fizetsz, hanem mondjuk kossal fizetsz, akkor nem. Értitek? Tehát ha valaki ellopott egy kost, annak az értéke volt 100, amikor ellopta. Amikor a bíróság elé áll, akkor az értéke 10. Akkor mit mondott rá, hogy az a törzstőkét, a 100-at, azt az eredeti érték szerint kell fizetni, 100-zal. A büntetőtételt, mondjuk a kétszerest, az csak 10, a 10 szerinti érték szerint. De mikor igaz ez? Akkor, ha pénzzel fizet. Ha juhal fizet, vagy kecskével, vagy mit lopott el, mit mondtam, kecskét? Kossal, akkor azt mondja, hogy azt mondjuk neki, figyelj, adjál egy kost, meg még egy kost. Nem azt mondjuk, hogy adjál egy kost, meg egy tized kost, mert az eredeti értéke szerint ez most egy, vagy egy tízszeres kost. Tehát, ha kossal fizet, akkor az eredeti értéket vesszük figyelembe. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk, és most egy új, nem egy új, teljesen új, de a témához kapcsolódó új felvetés jön. Amár Rába, sinújkain, Rába azt mondta, az nem kérdés, hogy a változtatás, valaminek a megváltoztatása fizikailag, ahogy mondtuk, búza, és abból liszt volt, és abból kenyér lett, oliva, és abból olaj lett. Ezek mind-mind koine. Ezek a tulajdonává teszik a lopott tárgyat a tolvajnak. Innentől fogva pénzzel kell, hogy kártanítson, és nem az eredeti tárgyat kell, hogy visszaadja. És azt is tudom, hogy szívavetanina, ezt tudom, hogy a Tórából is így van, meg tudom a Brájtából, vagy a Misnából is, hogy így van. Szíva, onnan tudom a Tórában, hogy így van. De így szívesek, Zéla Asher Gazán. Hiszen mit mond a Tóra a tolvajról? Azt mondja, Mózes 3. könyve 5. fejezet 23-as mondat, és adja vissza azt, amit ellopott. Mátámudlai Asher Gazán. Mit akar mondani, hogy amit ellopott? Im kénység az a jáhzér, vim láv, damim bálma, bajlis lomi. Mit akar ez mondani? Ha megvan még az, amit ellopott, akkor adja azt vissza. Ha már nincs meg, mert megváltoztatta, akkor pénzt fizessen helyette. Mit mond a Tóra? Adja vissza azt, amit ellopott. Meddig kell, hogy azt add vissza, amit elloptál? Addig, amíg az. Magyarul, amíg nem változtattad meg. Ha megváltoztattad, akkor már csak az értékét kell, hogy adjad. Világos? Ez a tórai hivatkozás. A misnai hivatkozás. Tanina. Gajze lécim vaza kejlim. Cemmer vaszom gadim és ám császak zéla. Azt mondja a Talmud, hogy van egy brájta, ami a következőt mondja. Ha valaki ellop fát, és abból bútort csinál. Vagy ellop gyapjút, és abból ruhát csinál. Akkor a lopás szerinti érték alapján fizessen. Mit látok ebből? Hogy azzal, hogy megváltoztatta a minőségét, mert a fából bútort csinált, a
gyapjúból ruhát csinált, azzal az adott tárgy maga az a tulajdonává vált, és ezért már nem azt a tárgyat kell, hogy visszaszolgáltassa, hanem annak az eredeti értékét. Illetve van még egy misna, ami ezt mutatja nekünk. Inami, lai hiszpik litni, lai átsöce, vaj patur. Van egy misna, ami arról beszél, hogy volt egy kötelesség, úgy hívtak, hogy rési szagez, a gyapjú eleje, a gyapjú elseje. De azt jelentette, hogy amikor valaki megnyírta a birkáit, akkor az első nyírást, ugye ugyanúgy, mint a termés elejét a kohénnak kell adni, illetve az első, az elsőszülött állatot a kohénnak, a papnak kellett adni, ugyanígy az elsőként lenyírt gyapjút, azt a kohénnak kellett adni. Ha valaki lenyírta a gyapjút, azt oda kell adni a kohénnak. De ha megfestette, mire eszébe jutott, hogy oda kell adni a kohénnak, akkor már föl van mentve az, hogy odaadja a kohénnak. Miért? Mert a megváltoztatásával az már az övé lett. Most ebben az esetben nincs is, aki ezt követelje tőle, mert ugye teljesen más és egy kicsit bonyolult jogi kérdés, hogyha egy követeléssel akkor lehet előállni, hogyha a követelő személye konkrét. Ugye itt nem konkrét a követelő személy, mert bármelyik kohénnak lehetne adni. Szóval a kohén nem tudja követelni az értékét. Elvileg, mit mondunk? Ha megváltoztatja a minőségét, az az övé lesz, de helyette kárt kell, hogy térítsen, ugye pénzt kell, hogy adjon. A kohanita esetében nincs, aki követelje ezt a pénzt. Ugye? Mert nem egy konkrét kohén, bárki önkövetel, hogy ki mondta, hogy neked akarom adni, valaki másnak akarom adni. És ezért a pénznál nem kell kifizesse. Oké, de bárhogy is legyen, mit látunk ezekből az esetekből, hogyha megváltoztatja a dolog minőségét, akkor az tulajdonjogváltozáshoz vezet. És stimmt? Most. Akkor ez egyértelmű. Tehát azt mondja Rába, az, hogy a sinúj, a cselekvéssel történő változtatás, az a tulajdonjogot megváltoztatja, ez nem kérdés. Álma sinúj könyve. Jus, amire bonnen de nikni, mi ulaja dinan ide rajsa, ide rabon. Viszont a jius kapcsán, a reményvesztés kapcsán, amiről a bölcsek azt tanították, hogy ugyancsak változtatja a tulajdonjogot, ott nem tudom, hogy ez egy rabbinikus vagy egy tórai előírás. Hogy értsétek, miről van szó. Maga a jius fogalma eredendően, tehát a jius, tehát a reményvesztés fogalma, és az, hogy a reményvesztés az tulajdonjogváltozást eredményez, ez a fogalom, ez a elveszett tárgynál merül fel először. Az elveszett tárgynál, hogyha valaki reményt veszt, hogy azt a tárgyat valaha viszont fogja látni, és utána valaki megtalálja azt a tárgyat, akkor azt nem kell, hogy visszaadja. Okay? A bölcsek azt mondták, hogy ugyanez a helyzet az ellopott, illetve az elrabolt tárgynál. Hogyha valaki reményt veszt, hogy azt valaha vissza fogja kapni, akkor onnantól fogva a tolva, illetve a rabló nem a tárgyat magát kell, hogy visszaadja, hanem a tárgy értékét. Miért? Mert az övévé válik a tárgy tulajdonjoga. Különben itt van egy vita, hogy melyiknél, szerintetek melyiknél veszt reményt inkább az ember? Egy tolvajlásnál, vagy egy rablónál? Hogy? Most a tulajdonosról van szó. Ki az, aki... A rabló az amikor nyilvánosan kirabolják. De akkor melyiknél veszítem el a reményt előbb, hogy vissza fogom kapni a tárgyat? Miért? Aha, tehát ti azon a véleményen vagytok, hogy a tolvajnál inkább reményt veszt. Miért? Mert nem tudja, hogy ki az. A rablónál tudjuk, hogy ki az. Ugye? Ez egyik vélemény. Vagy másik vélemény pont fordítva mondja. Azt mondja, nem. A tolvajnál remélem, hogy valaha meg lesz. Abba sem vagyok biztos, hogy ellopták. Lehet, hogy csak elveszett. Bármi lehet. A rablónál, amikor egyszer szembenéztél a halállal, ott azt mondta, pénzt vagy életet, örülsz, hogy megmentetted magadat, és odaadtad a tárgyat. Bárhogy is legyen, akár a tolvajlásnál, akár a rablásnál, a rabbik meghatározták, hogy a hius, a reményvesztés ugyanúgy tulajdonjog változtatást eredményez, mint a elveszett tárgynál.
Kérdése a rábának az volt, hogy ez egy tórai forrásra hivatkozva mondták a rabbik, vagy ez is egy rabbinikus szabály. Mi lenne a logika így, vagy úgy? Ida rájszal mindig ábel majd szá, véde láb kivéndem, jár és marra, mi na, amik mindig te iszeli adé, kanilé, hány námi kivéndem, jár és marra, kanilé, álma, kanil. Esetleg ez ugyanolyan, mondja rába, mint az elveszett tárgy. Ugyanúgy, ahogy az elveszett tárgynál. Ha a tulajdonos még azelőtt lemond a reményvesztés miatt, hogy valaha meg fogja szerezni ezt az elveszett tárgyat, vissza fogja kapni, az már azelőtt lemond, hogy az a tárgy megtalálója megtalálta, akkor onnantól fogva a tárgy megtalálójának a tulajdonába kerül a dolog. Oké? Okay? Akkor ugyanígy itt is azt lehetne mondani, hogy ez a eset, amikor valakit kirabolnak, vagy ellopják tőle, hasonlít ebben az értelemben, hogy ez egy ilyen reményvesztéssel jár, és a reményvesztés az azt eredményezi, hogy a tulajdonjog megváltozik. Ez egyik opció. Ugyanúgy, ahogy a elveszett tárgynál ez egy tórai szabály, ugyanúgy itt is a rabbik úgy gondolták, hogy ez egy tórai szabály. Ez az egyik opció. Vagy. Oly dilma. Lajdám jelá veidá veidó, de ki asszalé adé beheté, ide asszalé adé ával, háj kivende bíszor asszalé adé, mind rabbanon, dam rabbanon. Vagy nem. A két dolgot nem lehet összehasonlítani. Miért? De van egy lényeges különbség a kettő között. Az elveszett tárgynál, aki megtalálta, az nem szegett meg egy tórai tilalmat. Ugye? Ezért lehet azt mondani, hogy enyém volt a tárgy, elveszett. Föladtam a reményt, hogy valahol visszakapom. Arra járt Schwarz, és megtalálta. Ő nem követett el semmi bűnt. Ezért az övévé válik a tárgy. A tolvajnál, én hiába mondtam le a tárgyról, az, aki ellopta, az egy bűnt követett el. Tehát akkor nem működik ez a reményvesztés a Tóra törvénye szerint. És csak a rabbik mondták, hogy legyen mégis a reményvesztés érvényes. Miért mondták azt? Ez lenne az logika. Miért mondták azt? Nik nem ipné takonasz a savim. Esetleg azért vezették ezt be a rabbik, hogy megkönnyítsék a tolvaj megtérését. Nagyon szép gondolat. Szerinti, hogy ha valaki magát a tárgyat kell, hogy visszaadja, akkor sokkal nehezebben fogja rávenni. Lesz lelkiismert fordulása, de nehezebben veszi rá magát, hogy, mint hogyha csak az értékét kell, hogy kifizesse. Ugye a tipikus példa erre az, hogyha valaki ellopott egy gerendát, és ezt beépítette a házába, ha magát a gerendát kell visszadni, akkor ez egy sokkal nagyobb lemondás, mint hogyha a gerenda értékét kell adani. Az egy másik kérdés, hogy itt esetleg nem csak a jius, hanem a cselekvés is közrejátszik, és a cselekvéssel biztosan megváltoztatja a tulajdonjogát. De ez egy másik kérdés. Bárhogy is legyen rabab, tehát azon az állásponton volt, hogy a jius koinep, hogy a reményvesztés mindenképpen változtat a tulajdonjogon, a kérdés csak az, hogy ez egy tórai törvény miatt van, vagy egy rabinikus szabály. De Vjöjszöv amár, jius eine koinep filomid rabab. De Vjöjszöv azt mondja, nem. A reményvesztést hagyjuk a elveszett tárgyakra. A lopásnál és a rablásnál a reményvesztés nem változtatja meg a tulajdonjogot. Tehát akkor itt két vélemény áll egymással szemben, Rába és Rab Jöjszef. Világos? Rába azt mondja, hogy a reményvesztés az változtat a tulajdonjogon, Rab Jöjszef azt mondja, hogy a reményvesztés nem változtat a tulajdonjogon. Most ezt a két véleményt fogjuk egymással szembeállítani. Észre Rab Jöjszef le Rába. Először Rab Jöjszef próbálja cáfolni Rába véleményét. A következő misnával. Ez egy olyan misna, amit már többször idéztünk különböző kontextusokban. Gazol hametz vabrava pészach, oimer lojhari selcho lefonecho. Valaki ellopott egy karé kenyeret valakitől, és jött a pészach. Mi a szabály? Hamec, ami zsidó tulajdonban van, Pészach alatt, az, ami van. De ha nem adta el, nem tüntette el, akkor mi van? Mi van, ha valaki nem tüntette el, nem égette el, nem adta el, és a tulajdonában volt Hamec a Pészach alatt? Bűnkövet el, de mi van még? Mi van azzal a Hamecsal? Hamec se avaralava Pészach. Hamec, ami a Pészachot túlélte. Zsidó tulajdonban. Azzal mi van? Nagyon jó.
azt nem lehet enni, és nem is lehet belőle hasznot tudni. Ez mit ér? Úgy szoktuk mondani, a bégelnek a közepét, ennyit. A nagy semmit ér az a, az a hamec. Mi van akkor? Schwarz ellopott egy karé kenyeret Kontól, és az idióta a tulajdonába tartotta Pészakkor. Jön Kón, azt mondja, hol a kenyerem? Azt mondja, tessék, itt van. Akkor mi történik? Szerencsétlen Kón kapott egy nagy semmit. Mit látok ebből? Ha igaz lenne az, hogy Juskaine, igaz lenne az, hogy a reményvesztéssel Schwarz megszerzi Kón kenyerét, mert Kón már lemondott arra, hogy vala viszont látja a kenyeret, akkor nem mondhatná azt, hogy íme itt a kenyér, hanem fizetnie kéne. Vaj, kivende mata idan, mi szúra vademiá is. Honnan tudom, hogy Kó mindenképp reményt vesztett, mert hogy aj, az a szegény kenyerem, most már biztos, hogy nincs meg. Miért? Mert jön a Pészáknak az ideje, amikor tilos kenyér. Hát biztos, bárki ellopta, az vagy megette előtte, vagy eladta, vagy nem tudom, mit csinált vele. Tehát ő már biztos, hogy reményt vesztett. És mit látok? Hogy mégis Schwarz megteheti azt, hogy szevasz, itt a kenyered. És nem pénzt ad. Magyarul? Ez csak akkor teheti meg, ha nem történt tulajdonváltozás. Mi szálkadályt a hiuskai, ne a mája mele a sehalafa nechad, mi mája ba is lumi lej. Ha igaz lenne az, hogy a reményvesztéssel megváltozik a tulajdonjog, akkor hogyan mondhatja neki azt, hogy íme a kenyered, pénzt kéne, hogy fizessen helyette. A meleki kámina na, zemis jájés, ve zerőjtse liknois. Háj zemis jájés, ve zerőjtse liknois. Nagyon szép, azt mondja rába, tudod, miről van szó? Én mikor mondtam azt, hogy a reményvesztés a tulajdonjog változtatást eredményez? Akkor, hogyha Kón reményt veszt, és Schwarz meg akarja szerezni a tulajdonjogát annak, amit ellopott, akkor beáll a tulajdonjogváltozás szerintem, és innentől fogva valóban Schwarz pénzt kell, hogy fizessen az ellopott kenyér helyett, és nem a kenyeret adja vissza. Így tehát, ha olyan hülye volt, hogy a Pészak alatt nem adta el, vagy nem csinált valamit a kenyérre, akkor nem mondhatja azt, hogy itt a kenyér, hanem pénzt kell adjon helyette. De hogyha nem akarja megszerezni a tolvajt, mert éppen Pészak van, akkor hiába te reményt vesztettél, az nem lesz az övé, szóval megteheti azt, hogy tessék itt a kenyér, ami már nullát ér. Oké, akkor ezzel ezt a kérdést elvetettük. Most Abáje fog megpróbálni egy cáfolatot hozni Rába véleményére. Észre Abáje, Rába, van egy tórai mondat, ami úgy szól, Im ajlakar bannai min a bakar zachim tamamia kivenne. Mózes 3.1.3. Arra van szó, a Tóra felső, hogy milyen állatokból lehet hozni áldozatot, és azt mondja, ha égő áldozatból van áldozata, akkor a marhából hímet hozzon, bla 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 bla. Miért kell azt mondja az áldozata? Mert azt mondja a Misna, áldozata, de nem a lopott. Hogy értjük ezt első körbe? Ha valaki ellop egy állatot, akkor azt nem mutathatja be áldozatként. Világos? Karban, növele a gazul, hejhidami, hogyan kezd érteni? Illém a lifnejus lamalikra, psita. Ha arról lenne szó, hogy a reményvesztés előtt vagyunk, tehát ellopta az állatot, az eredeti tulajdonos még nem vesztett reményt, és itt merülne föl, hogy esetleg ő azt áldozatként bemutassa, nem kérdés, hogy nem lehet, mert nem az övé. Akkor miről van szó ellen lávla ácheljus? Akkor miről lehet szó a reményvesztés után? És májmina jus lajkani. És mit mond a Tóra? Azt mondja, hogy nem mutathatja be. Miért nem mutathatja be? Azért nem, mert a reményvesztés az nem változtat a tulajdonjogon. Értjük? Mit mond a szöveg? Azt mondja, áldozata, és nem a lopott. Most mit jelent ez? Hogy hiába mondott le az eredeti tulajdonos a lopott állatról, az még mindig az övé, és ezért nem mutathatja be a tolvaj, mint akár a tolvaj különben, akár az, aki megvette a tolvajtól, nem mutathatja be, mint áldozat. És akkor ez azt jelenti, hogy Dábának nincs igaza. Amelyre rávölöttem, még ha de tányom is kavajvel lajá gazul, helyhidom, azt mondja, Ravel, várjál csak, hát, ha ez tényleg így lenne, rosszul értelmezed az egész szöveget. Mert tényleg így lenne, akkor hogy értelmezed, ugyanúgy értelmeznéd a következőt? Van egy brátya, ami arról szól, hogy vannak ugye bizonyos tisztátalanságok,
mint a folyásos beteg tisztátlansága, ha az ráfekszik, a fekvő alkalmatossága tisztátalanná válik. És itt is az előzőhöz hasonlóan egy brájta azt mondja, hogy és az ágya. Az ágya tisztátalanná válik. És erre azt mondja, az ágya, de nem a lopott ágy. Tehát, hogyha a folyásos beteg ellopott egy ágyat, és arra ráfeküdt, akkor az nem válik tisztátalanná. Éhidamjak, ugyanígy értelmeznéd? Ilyen, de gazel, amreve, avde, miskeve, mi ikal, mandam, sinni, májszalaikan. Hogyan kellene érteni a fekvő alkalmatosságot, az ágyát, ami nem válik tisztátalanná? Úgy, hogy ellapott gyapjút, és abból csinált ágyat. Ez biztos, hogy az övé milyen, mert a sinui májsze, itt volt egy cselekvő változtatás a dologban, az mindenki szerint, Bécsamájon kívül, az mindenki szerint tulajdonjogváltoztatást elni. Ez elem májiszlak, nem már, de gazel miskev, de havré. Hanem akkor miről van szó? Hogy ellopta a fele barátja ágyát. Akkor ugyanígy, és erre mondjuk azt, hogy ez nem az övé. Ugyanígy itt is ellopta a fele barátja áldozatát, nem állatát. Tehát ha valaki ellopta a fele barátja áldozatát, amit ő már fölajánlott, hogy ebből az állatból áldozat lesz, akkor azt nem mutathatja be áldozatként. És ennek semmi köze a Jézushoz, hanem mert az áldozat, az már nem a... Ha én felajánlok egy bárányt a szentélynek, az már nem az enyém. Tudom, már nincs miről reményt vesztenem, vagy lemondanom. És egyszerűen csak arról van szó, hogy valami, ami egy bűnhöz kötődik, a lopáshoz, azt nem lehet áldozatként bemutatni a szentélynek. Oké, akkor ezzel is sikerült cáfolni a cáfolatot. Visszaverni a cáfolatot. Tehát akkor most egyenlően ott tartunk még egyszer, hogy Rába azt mondja, Jius Kainer, a Jaiszab azt mondja, Jius Lai Kainer. Rába azt mondja, hogy a Jius, a reményvesztés, az tulajdonjogváltoztatást eredményez, és a Jaiszab azt mondja, hogy nem eredményez tulajdonjogváltoztatást. Eddig Rábát próbáltuk megcáfolni, most a Jaiszabet fogjuk megpróbálni cáfolni. Észve a bájlera vőiszev, ő idősebb bála bájsz, mach sávton, mach sova metem asz, se lávdon, én mach sova metem asz. Van egy brájta, ami a következő kép szól. Értsük a kontextust. Ugye kedvenc témánk a tisztátalanság. Egy eszköz tisztátalanná válik, hogyha megérinti bizonyos fokú tisztátalan. Tehát, hogyha nem tudom, egy halotti tisztátalan megérint egy eszközt, akkor az tisztátalanná válik. Ez mire vonatkozik? Csak az eszközre. Ami nem eszköz, az nem. Kérdés az, hogy mitől válik egy nyersanyag eszközé? Normál esetben mitől válik egy nyersanyag eszközé? Egy darab fa. Az, hogy megdolgozzák a fa, elmegyünk az asztaloshoz, és az megdolgozzák. De vannak bizonyos dolgok, amiket nem kell megdolgozni, az egy eszköz legyen belőlük, mert önmagában használati céllal már kijelöljük valamilyen eszköz gyanánt. Például egy darab bőr, állatbőr. Ez megdolgozás nélkül is alkalmas bizonyos dolgokra. Mondjuk azt mondom, hogy na, mostantól ezt matracnak, vagy ezenek, gyékénynek, vagy minek használom. Vagy ezen fogunk enni. Ez lesz az asztal, ugye? Ezért nem úgy kell képzelni az asztalt, mint manapság, hogy lábakon áll, hanem mint az araboknál, ugye? Földön ülünk, és középen van valami, amire kipakoljuk. Na most akkor itt nem kell megdolgozni az adott tárgyat ahhoz, hogy az eszköz legyen. Erre mit mond a misna? Őrössön bele bájszmak soha, mert nem asszon. Hogyha neked van, te egy bálabósz vagy, a tulajdonodban van egy nagy darab bőr, akkor önmagában a gondolattal, hogy te most kijelölöd ezt a darab bőrt gondolatban, és na, ez a bőr, ez jó lesz arra, hogy ezt fogjuk gyékényként használni, akkor ez már önmagában eszközzé teszi azt a darab bőrt, és ha valaki megérinti, akkor az tisztátalanná válik. Ha viszont hogy mondják, aki a bőrt dolgozza föl? Szűcs. Ha viszont a szűcs gondol arra, ezt a bőrt, ezt jó lesz majd otthon az izére használni, asztalnak, eszközzé a dolgot, mert a szűcs döntett bármikor úgy, na inkább eladom, vagy inkább megdolgozom. Oké? Okay? Megyünk tovább. Shel ganov machshava metamotam, shel gazlan ein machshava metamotam. A tolvajnál a gondolat, valamire való gondolat, az
az előkészíti azt a mondjuk darab fát, darab bört arra, hogy az eszköz legyen, a rablónál nem. De Simon pont fordítva mondja, Hiluf Dvorim, a gázlom és a és a gána vémak sem tamata. Reb Simon szerint pont fordítva van, a rablónál igen, a tolvajnál nem. Le fisi löjni sziálusú a báli. Miért? Mert a tulajdonos még nem vesztette el a reményt. Még egyszer elmondom szóban, hogy miről van szó. Az első vélemény a következő. Shel ganov machshava metamata. Ha egy tolvajról van szó, valaki ellopott egy bört, egy darab bört, és arra gondolt, hú, akkor ezt jó lesz majd asztalterítőnek használni, azt mondja az első vélemény, ez már olyan, mintha ő lenne a tulajdonos, és ez már eszközé teszi azt a dolgot. Ha egy rabló csinálta ugyanezt, akkor nem. Miért? Mert ez szerint a vélemény szerint, kérdeztem tőletek egy 5 perc ezelőtt, hogy szerintetek hol van inkább reményvesztés, a tolvajnál vagy a rablónál. Ez szerint a vélemény szerint a tolvajnál van reményvesztés. Mivel a tolvaj, amikor ellopja, akkor a tulajdonos már reményt veszt, hogy valaha visszalátja, ezért az a tulajdon jogilag az övévé válik, ezért ha gondol vele kapcsolatban valamit, az ugyanolyan, mint bármilyen más tulajdonos, ami gondol valamit vele kapcsolatban. És mivel ő a tulajdonos, és ő a gondolatiságával ki tudja jelölni azt a tárgyat, hogy az egy eszköz legyen, akkor az eszközé válik. A rablónál nincs reményvesztés, mert tudom, hogy ki a rabló, ezért van benne bizalmam, hogy vissza fogom szerezni, ahogy ti is mondtátok, és ezért nem, a rabló nem válik tulajdonossá, én bármit gondolhat, az nem lesz, az nem lesz eszköz. De Simon pedig pont fordítva gondolja. Simon az a vélemény van, hogy inkább a rablónál van reményvesztés, mert ott egy fegyveres támadás során vették el tőle, akkor már lemondtál róla. És ezért azt mondja, hogy pont, hogy a rablónál van az, hogy a rablójévé válik, mert ott van reményvesztés, ezért ha a rabló gondol valamilyen használati célra, akkor az eszközzé teszi az adott tárgyat. A tolvajnál nincs, de mit látok ebből mindenképp? Smájmi na, Juskani! Azt látom ebből egyértelműen, hogy van reményvesztés, és a reményvesztés igenis megváltoztatja a tulajdonjogot. Csak az a kérdés, hogy kinél van inkább reményvesztés. A tolvajnál, a rablónál, de az, hogy a reményvesztés fogalma, az megvan, az nem kérdés. Azt mondta erre, akkor ez Rabbi Yosef félelmével teljesen szemben megy, mert Rabbi Yosef azt mondta, hogy nincsen a reményvesztés fogalma, az nem létezik a tolvajnál vagy a rablónál. Amar lej, ahrimi májász kinnan, kigan is egy kicaan. Azt mondta erre Rabbi Yosef, egy hidus. Szerintem ne. Ugyan a Misna nem említi, de itt egy darab bőrről van szó, ahol nem csak, amikor azt gondoltad, hogy asztalterítőnek fogod használni, akkor az egy picit a szélét levágtad. Akkor itt nem csak ius volt, vagy nem csak ius volt, nem csak reményvesztés, hanem sinuj maisze. Itt volt egy cselekvéssel való változtatás a tárgyon. Maszkifra rába barhána, valói icvasanú kán, vi icva incika kicua. Szóval nehogy már. Hát az előző misnában konkrétan definiálva volt, hogy milyen tárgyról van szó, egy ilyen asztalterítőről. Egy asztalterítőnek nem kell levágni a szélét, akkor ha nem szép, akkor is asztalterítő lesz belőle. Akkor miért mondod, hogy itt volt egy májsze, volt egy sinúj májsze, volt egy cselekvés általi változtatás? De nem. Honnan tudom, hogy asztalterítőnél nem kell változtatni ahhoz, hogy asztalterítő legyen. Kolmokam se én hiszem, hogy lakom a savintamaton, én is hiszem, hogy én már savintamaton. Minden olyan esetben mondja a Brájta, ahol ahhoz, hogy a dologból eszköz legyen, még kell valamit csinálnom fizikailag az eszközzel, akkor a gondolat, a kijelölés, gondolatban való kijelölés még nem teszi eszközzé. Minden olyan esetben, ahol már nem kell semmit csinálnom, ott a gondolat eszközzé tesz. És minden olyan esetben, amikor kell még valamit csinálnom, a gondolat nem tesz eszközzé. Kivéve az asztalterítő. Mert az asztalterítőt azt lehet levágni a szélét, és lehet nem levágni a szélét, ugyanúgy lehet eszköz belőle. El amer rabbe, háj milszakaseba rába le rabbi Yosef, eszimitrász slanim, le fárka, a leje frike. És azt mondta rabbe, ezért ez a válasz, hogy itt levágta a szélét, de ez marhasság, ez nem így van. De a kérdés nagyon jó. Akkor még egyszer, mi a kérdés? Rabbi Yosef azt mondta, hogy jius lojkani.
hogy a reményvesztés nem eredményez tulajdonjogváltozást. Erre felhoztunk egy brájtát ezzel szemben, ami azt mondja, hogy a tolvaj, ha ellopott valamit, hiába gondol, és gondolatban kijelöli azt a valamit, a tolvaj, ha ellopott valamit, ha ő gondolatban kijelöli azt a valamit valamilyen eszköz gyanánt, például asztalterítőnek, a darab bőrt, akkor azzal ugyanúgy járunk el, mint hogyha tényleg ő lenne a tulajdonos, és a magában a gondolatban való kijelölés az eszközé változtatja a dolgot. Mit látok ebből? Hogy Juskani? Hogy a reményvesztés az igenis tulajdonjogváltoztatást, változást eredményez. Ez egyértelműen szembe megy Rav Yosef állításával. Erre azt mondja Rav, ez tényleg annyira jó kérdés volt, hogy Rába 22 éven keresztül mélyedte ebben a kérdésben, 22 év. És nem tudta megoldani ezt a kérdést, egészen amíg össze nem jött Rav Yosef fel magával, és akkor Rav Yosef megválaszolta neki. Mi volt a válasza? Sinuja sem, ki sinuj majszedami. Mi volt a válasza? A válasza az volt, hogy ugyan én azt mondom, hogy itt jius, hogy a jius, a reményvesztés nem eredményez tulajdonváltozást, de a névváltozás az eredményez tulajdonváltozást. Miért? Mert a névváltozás az olyan, mint a cselekvés általi változás. És itt egy névváltozás van, mert először minek hívjuk bőrnek, utána meg úgy hívjuk, hogy asztalterítő. Akkor az egy névváltozás, és ezért igaz az, amit mondtam. Először nézzük. Sinuja semke, sinuj majszedami. A névváltozás az olyan, mint a cselekvés általi változás. Sinuj majsze, my time-a. Haszamei kere eicim, hastakényi. Mert hiszen mi az oka annak, vagy mi történik, amikor egy cselekvéssel általi változás van? Előbb fa volt, most meg bútor. Sinuja sem, nem, mikor karuljön máskavást, a bárzin. Itt is. Akkor ugyan nem volt cselekvés, de eredetileg ezt máshának, tehát bőrnek hívták, most meg úgy hívjuk, hogy asztal, asztalterítő. Egy pillanat. Oké. Okay. Oké, tehát akkor mit mondott Rav Yosef? Nem az az oka annak, hogy itt megszerezte az illető mert a eredeti tulajdonos lemondott róla. Tehát az a jó magyarázat, hogy nem azért, mert önmagában, mert lemondott róla, hanem azért, mert lemondott róla, és volt egy változása a névnek. És a név általi változás az ugyanolyan, mint a cselekvés általi változás. Oké? Okay. Miért? De mi történik a cselekvés általi változásnál? Eredetileg fának neveztük azt a dolgot, most meg bútornak nevezzük. Itt is ez történik. Eredetileg bőrdarabnak neveztük, most meg asztalterítőnek. Azt hittem, de biztos ez? Biztos az, hogy önmagában a
önmagában a névváltozás az ugyanolyan, mint a cselekvés általi változás, és az tulajdonjogváltoztatást eredményez? Mit látunk? Várej, Maris, de ikus sinajasé. Van egy gerenda, ahol pontosan névváltozás van. De mi karak és surabe, hástatelala, mert kezdetben úgy hívják ezt, hogy gerenda, amikor meg beépítik áznak, úgy hívják, hogy plafon. Akkor ott is névváltozás van, mert maga a gerendában cselekvés nem történt. És mit tanultunk? Hogy igazából a gerendát kéne visszaadni. És akkor a rabbik úgy rendelkeztek, hogy a megtérők útjának megkönnyítése érdekében elég pénzt adni. Ha lávhachi, hadarbeini, de ez nem lenne, akkor magát a gerendát kéne visszaadni. Miért? Hát ha névváltozás volt, és te azt mondtad, hogy a névváltozás az ugyanolyan, mint a cselekvés általi változás. A merevja iszeif, maris, smolja lav. Azt mondja, hogy nem, mert egy gerendánál nem igazán változik meg a név. Hiába mondtad, hogy plafon, de azért még mindig gerendának is nevezed. De tányac lajsza bájsz élő, amit táltinim, vagy öjfé élő, amit risajsz. Ahogy egy brájtában is így hivatkozik, amikor különböző az épületben való megnevezéseket mond, azt mondja, a háznak a bordái azok a mlatatin, azok a azok a keretei a ablakoknak és a nyílásoknak, azt hívjuk bordának, és a vastagságát az pedig a gerendák, azon pedig a gerendák, ami keresztbe van. Hát látjuk azt, hogy miután be van építve egy gerenda, utána is hívják még gerendának, tehát ott nincs igazi névváltoztatás. Igen, jól mondtam, a Toszfot is ezt mondja, hogy itt nem azt akarta mondani a Jöjszép, hogy önmagában a névváltozás az olyan, mint a cselekvés általi változás, ami tulajdonjog változtatást eredményez, hanem a lemondás, a reményvesztés és a névváltozás együtt. Ha nem így lenne, akkor nem lenne értelme a mistának. Ugye, mert ott mégiscsak a Jiushoz, a reményvesztéshez kötötte, és az volt a kérdés, hogy most akkor a tolvajnál van reményvesztés, vagy a rablónál van reményvesztés. Tehát a reményvesztés fölmerült, mint kérdés. Ezt nem tagadhatja a vissza, hogy a reményvesztésnek van jelentőség. Azt mondja, hogy igen. Én csak annyit mondtam, hogy önmagában a reményvesztés az nem eredményez tulajdonjogváltozást. De a reményvesztés, és ami együtt jár még egy névváltozással, mint a bőrnél, amit kezdetben bőrnek neveznek, most meg már úgy neveztek, hogy, hogy asztalterítő, ott a kettő együtt az igenis okoz tulajdonjogváltozást. Kedves barátom, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel a folytatás rendületlenül következik. Addig is kívánok mindenkinek egy gyönyörű keddi napot, a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszont hallásra.